Elefántok fürdőztek ma Balatonlellén, így készülve a cirkuszok éjszakájára. A fürdőzés után az ormányosokat meg is vendégelték, egy hatalmas zöldség-gyümölcs tálat állítottak nekik össze. Délelőtt Lellén nagy sikert aratott az elefántok fürdítése. Nézők sorfala előtt érkezett a négy afrikai elefánt Balatonlellén a partra, hogy ott még egy kicsit produkálják magukat, és aztán bemenjenek a vízbe. Lellén nem ez volt az első kísérlet arra, hogy a cirkusz elefántjait megfürdessék. Nemzeti cirkusz igazgatójával, ifjabb Richter Józseffel találtuk ki, hogy nézzük meg, hogy az ő elefántjuk Szandra bemegye a vízbe. Velük nem volt olyan, vagy vele nem volt olyan szerencsék, de idén a Casselli család négy elefántja sokkal bátrabb volt, és bementek a vízbe, és megmártóztak, játszottak, pancsoltak. Az elefántok még a vízben is produkálták magukat egy kicsit, majd elfogyasztották a nekik szánt svéd asztalos reggelit. Ők a sztár vendégek tulajdonképpen, ők a négy afrikai elefánttal a világ legjobb akrobatikus elefánt produkcióját mutatják be, és ezáltal jött az ötlet, hogy akkor az ő elefántjaikat hozzuk ide most le. A nézők, de leginkább a gyerekek legnagyobb örömére az elefántokkal nem siettek vissza a cirkuszba. A szerencsések felülhettek a hátukra, és egy pár kört mehettek az irigykedő tekintetekben fürdőzve. Nagyon tetszett, érdes volt a bőre, de olyan, nem tudom, megnyugtató volt. Olyan puha is volt egyben, meg, és nagyon, nagyon homokos volt. Életmagasságból közelebbről jobban meg lehet őket nézni, mert ahogy őket láttam, addig ők olyan kisebbeknek néztek ki. A lellei cirkusz elefántjait ilyen közelről nem láthatják már a nézők, de augusztus végéig az esti előadásokon bárki megcsodálhatja őket.